az Úr legyen veletek, és a telelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből, dicsőség neked, Istenünk! Tibérius császár uralkodásának 15. esztendejében történt. Poncius Pilátus volt Judea helytartója. Galileának Heródes volt a negyedes fejedelme. Testvére Fülöp, meg Itureának és Trachonitis tartományának, Lizániász pedig Abiliánnak volt a negyedes fejedelme. Annás és Kaifás főpapok idejében az úr szózatot intézett Jánoshoz, Zakariás fiához a pusztában. és ő bejárta a Jordán egész vidékét, hirdette a bűnbánat keresztségét a bűnök bocsánatára, ahogy megvan írva Izaiás próféta beszédeinek könyvében. A pusztába kiáltónak ez a szava: Készítsétek az úr útját, egyengessétek ösvényeit. A völgyeket töltsétek fel, a hegyeket, halmokat hordjátok el, ami görbe legyen egyenessé, a göröngyös változzék sima úttá, és minden ember meglátja az Isten üdvösségét. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Krisztusban, kedves testvérek, a mai advent második vasárnapi evangélium keresztelő Jánost állítja a középpontba, mint az Úr Jézus hírnökét, követét, aki egyengeti az ő útját. Keresztelő Jánossal találkozunk, aki lelkesen hirdeti az eljövendő messiási országot, annak szépségét. A göröngyös, vájék sima úttá. Nos, Keresztelő János nem láthatta meg, hogy milyen is ez a sima út. Ő előkészítette azt, az evangéliumi üzenet azonban az, hogy nem mi vagyunk azok, akik megváltjuk ezt a világot. Nem mi egyenesítjük ki ezeket a göröngyös utakat, hanem Istennek kell eljönnie, hogy megújítson minket. Csak Isten ereje tudja megvalósítani azt, amire az ember nem képes. Nem is a természet szépséghibáit kell helyre igazítani, hanem a szívünk szépség hiányát. Az ember szívében vannak rossz szándékok, göröngyös ösvények, ott vannak a becstelenség görbe útjai. Ez az evangélium azonban mindenek előtt örömhír. Három dolgot tudunk meg keresztelő Szent Jánosról, Először azt, hogy János meghívása a pusztában történt. Másodszor, hogy Isten szólt hozzá. Harmadszor pedig János engedelmeskedett az úr hívásának, és elindult, hogy teljesítse a rája bízottakat a küldetést. Nekünk is ezt a három lépcsőt kell megjárnunk ahhoz, hogy örömmel éljük az életünket hogy hitben éljük az életünket. Először is ismét fel kell fedeznünk a pusztát, a csendet, a belső nyugalmat. Fel kell fedeznünk a lelkiekre való irányultságot. A mindennapi élet zajlása, sietése, türelmetlensége megzavar minket el kell vonulnunk egy olyan helyre, ahol nem zavarnak minket azok a körülmények, amelyek körülvesznek. El kell vonulnunk a pusztába. Nem úgy kell ezt érteni, hogy valamelyik falu szélén keressünk egy üres mezőt, és kiüljünk a közepére, hanem bizonyos szempontból a lélekben kell megkeresni ezt a pusztát, ahol meghallhatjuk az Isten szavát, Meghallhatjuk azt a szót, amely küldetést ad: hogy a göröngyös váljék simává, hogy lelkünk göröngyei Isten szavára az ő segítségével feloldódjanak. Istentől várjuk a választ életünk számos kérdésére. A Szentírásnak a csendes olvasása egy ilyen pusztai találkozás. Találkozás Isten igéjével. Ha meghalljuk Isten szavát, akkor fogadjuk be azt a szeretetet és bizalmat, amelyet Ő ad, hogy ezt a szeretetet és bizalmat a mindennapokban is tudjuk képviselni. Isten mindig a javunkat akarja. Egy szent azt mondta, hogy amikor mi egy lépést teszünk Isten felé, ő kettőt lép felénk, de a kezdeményezés mindig az Istené, ő szólít meg bennünket, ő hív bennünket. Ez megtörténhet egy vasárnapi szentmise alatt, vagy akár egy reggeli vagy egy esti imában, egy csentes templomlátogatásban, vagy életünk bármely területén, egy várakozás alkalmával, vagy akkor, amikor találkozunk egy személlyel, egy ismerőssel. A harmadik lépcsőfok, amikor megtapasztaljuk Isten jelenlétét a saját életünkben. Isten sokféleképpen jelen van. Van olyan ember, aki elmegy messzi vidékre hirdetni az evangéliumot, van, aki a saját környezetében hirdeti az evangéliumot, és válik ezáltal apostollá. De néha egyszerűen azáltal teszünk tanúságot Istenről, irántunk való szeretetéről, hogy hagyjuk, hogy sugározzon belőlünk az Istennek a szeretete, öröme, úgymond az élet öröm. Ekkor az emberek elkezdenek vonzódni felénk, de nem is igazán a személyünk felé, hanem meglátják aztán Istennek a jelenlétét. Megállhatunk egy pillanatra az evangéliumi történetnél, és megfontolhatjuk, hogyan érzik magukat azok az emberek, akik a közelünkben vannak. Jól vagy rosszul, nyugodtan vagy idegesen megnyugszanak-e, vagy idegessé válnak. Örülnek-e, hogy velünk lehetnek, vagy esetleg bosszankodnak. Kérjük Jézust, hogy tegyen bennünket is megváltó szeretetének hírnökeivé és tanúivá, amint azt keresztelő Jánossal is tette. Legyen a mindennapi keresztényi életünk, ige hirdetés, misszió, hogy az emberek Isten felé forduljanak, hogy most ebben az adventi időszakban is odafigyelve a mindennapjainkra tegyünk mi is lépéseket Isten felé, hogy ő még közelebb jöjjön hozzánk, általunk pedig embertársainkhoz, szeretteinkhez. Ámen.